Sziasztok! A mai videóban egy nagyon-nagyon különleges terméket fogok nektek megmutatni, méghozzá ezt az Airbrush alapozót, amit fújni fogunk az arcomra, illetve a hozzátartozó ecsetet a Dettsótól. Ha érdekel titeket, hogy hogyan kell használni és hogyan vett be nekem, akkor tartsatok velem! Na hát először is mi ez a Dettsó? Képzeljétek el, hogy a CF Beauty egy újabb állatkísérletmentes márkát hozott be nekünk Magyarországra, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert nagyon izgalmas, és ráadásul ez egy szabadalommal rendelkező termék, ami azt jelenti, hogy egy nagyon különleges és innovatív dolog már megint a piacon. A CF Beauty webshopjában megtaláljátok, és a Timitiz kuponkód erre is érvényes, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor nyugodtan használjátok a kódot. Egyébként 3 vásárlásnál lehet jelenleg használni a kódomat. És akkor most elmondom nektek, hogy mi is ez, és miért olyan különleges. Ez a Face Up Beauty Filter színezett szérum bőrkiegyenlítő alapozó spray, innovatív no make-up smink permet airbrush hatással és beauty filter technológiával. Lágy fókuszú púder fényvisszaverő hatással. A nagy teljesítményű pigmentek értékes keveréke könnyűvé és sejmessé teszi a textúrát. Csökkenti az apró archibák láthatóságát, és a CG-TGP2 peptid jelenlétnek köszönhetően elősegíti a ragyogóbb és egységesebb megjelenést. Vízálló, mandulacseresznye és vanília illattal rendelkezik. Hatóanyagait tekintve kiemelkedőek a nagy teljesítményű pigmentek, ezeknek köszönhetően airbrush hatású. A bőr számára biztonságos, színes pigmentek keverékéből áll. A beauty filter technológia világosító és egységesítő hatást, lágy fókuszú hatást kölcsönöz a bőrnek. Az oligopeptid 34-es egy speciális összetevő, amely gátolja a melanin termelődését. Enyhítő és öregedésgátló hatással is rendelkezik. Az E-vitamin pedig antioxidáns, amely segít megelőzni a bőr szabad gyökös károsodását. Na, és akkor nézzük tehát az én összefoglaló szavaimmal élve, tehát magyarul ezzel egy természetes bőrképet kapsz, nincsen 100%-os fedése, ezt nem is kell tőle elvárni. Nekem itt a medium nude árnyalatban van meg, egyébként meg 4 árnyalatban, mindjárt puskázok, 4 árnyalatban kapható, az ára 13.200 forint, és egy ilyen sprés kiszerelésű termék, tehát mint az airbrush, fújni fogjuk az arcunkra, de mindjárt gyakorlatban is megmutatom. Ami nagyon fontos, hogy fel kell rázni, és körülbelül 30 centire tartva az arcodtól rá lehet permetezni közvetlenül az arcodra, vagy pedig használhatod hozzá ezt a kis mini kabuki ecsetet, ami egyébként szintén Dettsó márka, sőt, ha jól láttam a CF Beauty oldalán, van olyan szett is, amihez ajándékba adják a magát ezt a kis ecsetecskét. Szóval a lényeg az, hogy én kipróbáltam egyébként már előzetesen így is, úgy is, majd mindjárt mondom a tapasztalataimat róla, de a lényege az, hogy egy bőregységesítést ér el. De akkor meg is mutatom, hogy kell használni. Én most direkt úgy ültem ide, mint ahogy reggel is szoktam, kis felcsapott hajammal, kis egyszerű kis pólómban még, és nem is szeretnék fárakni semmi hajpántot vagy ilyesmit, mert az első, amitől fél az ember, hogyha ilyen airbrush fújós alapozót használ, az az, hogy úristen, hát akkor minden olyan lesz, meg a hajam is olyan lesz, és akkor fejpántozni kell, meg de bonyolult. És képzeljétek el, hogy nem. Én használtam már korábban egyébként airbrush jellegű, tehát ilyen fújós alapozót, és annál jobban kellett vigyáznom. Ennél viszont, ahogy használtam, és ha olyan is lett a hajam, mert direkt nem vigyáztam rá, hogy kipróbáljam. Utána annyit csináltam, hogy egy ilyen kis pamacskával így le tudtam azonnyomban frissiben törölni, és nem is látszódott egyáltalán rajta, de mindjárt meg is mutatom. Ami fontos, nyilván amikor fújom, akkor nem veszek nagy levegőt, és nem szívom be közben, tehát arra vigyázz, hogy ne menjen közvetlenül a szádba, a szemedbe, és ne szívd be. De ugyanakkor viszont lehet a szemen is alkalmazni, tehát nem kell, hogy azt letakard, vagy kivéd, mert ott is egyébként biztonságos. Felrázod. És akkor én az egyik oldalon meg fogom mutatni, úgyhogy közvetlenül ide fújom, a másik oldalon pedig meg fogom úgy mutatni, hogy a kis ecsetecskével viszem csak fel. Na most, amit én még hozzátennék, hogy azért a szokásos bőrápolási rutinomat elvégeztem, tehát ugye arctisztítás után felraktam egy szérumot és egy hidratáló krémet, itt tartunk, és akkor most jöhet rá ez a spré. És akkor lehet egy ennyire keveset is rakni rá, illetve én azért így szeretem, ha nagyobb a fedése.
és most veszek levegőt. És akkor ennyi. Amire szerintem vigyázni kell, hogy itt a kis ráncocskáimba én úgy érzem, hogy bele tud ülni. Attól függetlenül, hogy elvitamin ide vagy oda. Én azt az ecsettel mindenképpen itt eldolgozom, és el is viszem minden. Tehát én nem annyira szeretem, ha itt megmarad ez a termék olyan nagyobb, bevallom őszintén. Ide egy lightos korrektort raksz, vagy nem raksz semmit, mert végülis, ha így eldolgoztad, akkor az is lehet, hogy elég. És utána így az ecsetecskével, ha szeretnéd, még le tudod finomítgatni és dolgozgatni. Hogyha szeretnéd, akkor ennyi is elég. Én annyit megteszek ilyenkor még, hogy gyorsan itt ezt letörlöm, de csak ennyi letörölni tényleg. Ha szeretnéd, akkor meg fölraksz egy, mi az, tudjátok, ezt az alapozó pántot, hajpántot, hogy ne legyen itt egyáltalán olyan, de szerintem fölösleges, tehát ennyi volt letörölni itt, amit össze is fújtam. Ami nekem hiányzik ebben még itt, hogy ide raknék egy kis plusz fedést. Azt próbáltam úgy is egyébként én, hogy ide fújni magát a sprét, de nekem úgy könnyebben használható volt, hogy inkább ide fújtam egy kicsit erre, és akkor ezt meg ide tudtam így pluszba rétegezni. De látjátok, milyen könnyed? Eszméletlen könnyed. És annyira könnyű tényleg vele dolgozni, viszont nagyon nagy fedést nem szabad tőle várni. Tehát körülbelül ez az, amit egy ilyen kis természetes, lájtos kis fedés és barnítás volt az arcomon. Ami nagyon tetszik, ez az ecset. Az ecset is nagyon tetszik. Meg az a lehetősége, hogyha akarom, akkor itt is ugye le tudom fújni magam. Az meg nekem egyébként azért is szuper, és anélkül, hogy itt a ruhám egyébként csupa olyan lenne, azért is szuper, mert egyrészt annyira finoman terül el, hogy nem látom, hogy mondjuk, ha ide fújtam, hogy itt lenne egy sáv, vagy csík, vagy bármi, és nagyon elütne. Tehát így összeolvad azért elég jól a bőrömmel. És nekem az azért hasznos, hogy itt is könnyen le tudom fújni, és gyorsan akár, ha akarom, persze nyilván nem muszáj, mert én nyáron úgy szoktam barnulni, hogy itt fehér vagyok, itt piros vagyok, itt meg le vagyok barnulva, tehát ugye három színű szoktam lenni sokszor, ezért akármilyen alapozót is viszek föl, ecsettel vagy akármivel, azt én mindig leszoktam ide is hozni, vagy hát sűrűn, amikor úgy barnulok éppen, leszoktam ide is hozni. És egyébként, ha megnéztek, akkor egy ennyi fedést biztosít, tehát ez így, ha nem raksz még csak egy spirált és a szemöldökömet se igazítom meg, akkor is oké szerintem, mert nem látszik, hogy le vagyok alapozózva semmilyen szinten. Ha hozzáérsz, akkor szintén semmilyen szinten nem érzed, hogy van rajtad alapozó, tehát ez nem alapozó, ez én nem is tudom mi igazából. Totál ilyen kis selymességet ad a bőrömnek, de nincs krém érzete és hatása, abszolút. Tehát tényleg egy ilyen fuvallat van rajta. Tehát ez krémmel, krémalapozóval nem lehet elérni ezt az érzést szerintem. Ami nekem hátránya egy picit, az az, hogy igaz, hogy, és ez már az én egyéni tapasztalatom és véleményem, hogy igaz, hogy azt írják, hogy elvitaminos, meg öregedésgátló, meg ilyesmi, de azért én nagyon száraz bőrre nem raknám, mert azért, és hát ez nem feltétlenül hátrány, mert attól függ, hogy milyen a bőröd, mert azért itt egy kicsit nekem ki tudta emelni, hogyha volt is kicsi ráncocskám, azt így eldolgozgattam azért, és inkább elvittem minden jobban az anyagot. Illetve én úgy érzem a saját bőrömön, hogy eléggé lemattít, ami nekem jó, tehát nekem, mint kombinált bőrű, ez kifejezetten előnyös, és abszolút nincsen ilyen zsírosodásra hajlamos érzete, és nem félek, hogy hogy fog kifényesedni, de majd megmutatom nap végén egyébként, hogy hogy fog kinézni, és nem fogok rá még csak púdert rakni. Lehet, ha akarsz, de én most megmutatom, hogy milyen, hogyha csak ennyit használok tényleg. Viszont ebből kifolyólag, ha valakinek nagyon száraz a bőre, akkor nem tudom, hogy megfelelő hidratálással egyébként van-e szárító hatása, vagy nincs, de én valószínűleg inkább normál, kombinált bőre használnám, meg akár zsíros bőrön is el tudom képzelni most így hirtelen, de arról nincs tesztem, meg tapasztalatom, tehát én most csak a magam érzetéből indulok ki, ha eznek így van értelme. De elméletileg nincs egyébként megszabva, hogy milyen bőrtípusra lehet használni, de lehet, hogy nem a legszárazabb bőrűeknek fújnám föl ettől függetlenül. Na, de nézzük meg a másik oldalt. Ugye azt mondják, hogy így gazdaságosabb használni, ha erre fújod rá. És egyébként nézzétek, csak a kezem se lesz tiszta mutyi. Tehát, hogy annyira jó, hogy igaz, hogy színezett, és lesz is színe az arcomon, de valahogy nem érzem, hogy minden másom is olyan lenne. Tehát annyira meg nem intenzív. És látjátok, de azért van színe. És akkor így ezzel az ecsettel is fel tudod az ecsetről vinni. Most az van, hogy a leírásában, egyébként azt írják, ne puskázok számszerűen, hogy mit is, hogy közvetlenül az arcra fújva mindennapos használat esetén a termék 25 napra elegendő nagyjából,
nyilván ki mennyit fúj, meg ki hogy használja. Hosszabb használatért először fújd az ecsetre, és innen vidd fel egyenletesen ugye az arcra, és így a termék mindennapos használat esetén akár 55 napig is kitarthat. Hát erről nincs tapasztalatom, mert ez egy baromi új termék, még 55 napja nincs nálam, én nem használom 55 napja minden nap, úgyhogy ezt nem tudom, de én úgy éreztem, hogy elég jól el tudtam azért, vagy elég gyorsan, könnyedén el tudtam oszlatni, azért úgy közvetlenül fújva is, tehát nem annyira félek tőle, hogy 5 perc alatt kifogy, de nincs fel tapasztalatom, ez az ecset, meg egyébként fantasztikus, tehát ez akár a kettőt kombinálva, én valószínűleg úgy használnám, hogy fújnám a saját arcomra közvetlenül is, meg aztán így el is dolgoznám, és ott, ahol meg szeretnék plusz felést elérni, oda meg egy kicsit pluszba így raknám föl, mint ahogy mutattam is nektek az előbb. Na, tehát igazából a használata az ennyi. És annyira egyszerű tényleg, mert egyszerűen így nem kell félni, hogy csíkos lesz, hiányos lesz, peremet hagysz valahol, mert ez egy ilyen kis fuvallat, tényleg. Ha valahol akarod egy kicsit még fixálni, pluszban púderezni valamiért, akkor persze lehet. Egyébként nekem itt középen akár lehet, hogy lehetne, de én most direkt mindenféle plusz dolog nélkül meg fogom mutatni nektek, hogy kicsit később milyen. Illetve szerintem kimegyek most a napfénybe, és ott is megmutatom. Annyi, hogy egy ilyen nappal is mink szintre felhozom ezt itt. Never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane, we must merely make a stride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Na hát, elkészült a végeredmény, tehát semmilyen kontúrt nem használtam, azon kívül, hogy ide raktam egy pici pirosítót, semmilyen púdert nem használtam, még ide se egyébként, mert a Color Fix az így is fönn fog maradni a Donestától, és ugye nincs az alapozásom se semmilyen szinten lefixálva, semmilyen szinten púderelve, úgyhogy egy dolgot nem tudok, hogy nap végéig, mert most jó napos meleg idő van egyébként, és egész nap rajtam lesz, hogy itt esetleg érezni fogom el szükségét a púdernek, púderelésnek,
Ha igen, akkor azt is föl fogom venni, és meg fogom nektek mutatni. Ha nem, akkor meg beköszönök majd nap végén nektek, és megmutatom, hogy milyen lett lepuderele is nélkül, vagy elmondom, hogy szükségesnek éreztem el. Illetve még most gyorsan megmutatom nektek, hogy milyen frissen a napom, és aztán majd nap végén is jelentkezem. Na hát, ilyen kint az alapozóm. Próbálom, most pont ide is süt a nap. Próbálom lehetőleg jobban megmutatni nektek. Szerintem abszolút természetes. Na nézzük, este van, szülinapi parti volt, tortát sütöttem, bicikliztem, napos idő volt, minden érte, ami érhette igazából. Még egy minimális eső is, képzeljétek el. És így néz ki. Itt kifényesedett, ennyire, de abszolút nem vészes. Itt egy picit, ahol ilyeneket szoktam csinálni, meg itt szoktam leginkább törölgetni, ha megizzadok, ott egy picit lejött, és ezen kívül semmi. Ezen kívül tök jó, tehát igazából ennyi. Nem is fixáltam, semmit nem csináltam vele, és ennyi. Szerintem ez azért szép eredmény tőle. Úgyhogy igazából ezen túl sem nagyon fogom fixálgatni, nekem az a véleményem. Egyébként csak, hogy látszódjon, hogy milyen, amikor nincs rajtam alapozó, ezt az oldalt gyorsan kicsit letörlöm. Mert annyira élethűből csinál, hogy szerintem szinte már el is felejti az ember, hogy egyébként mennyivel jobb az az oldalam, mint az, amelyiken nincsen alapozó. Hát igen, nem? Mielőtt letöröltem, szinte majdnem úgy éreztem, hogy nem is vagyok kisminkelve. Viszont így azért látszik. Tehát ilyen az igazi arcom, úgymond. Ez pedig ugye, amire ráfújtam. Na hát, köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, írjátok meg kommentben, hogy ti próbáltátok-e már konkrétan ezt a Dead Soul terméket esetleg, vagy más ilyen fújhatós alapozót, illetve hogy kíváncsiak lennétek-e rá, kipróbálnátok-e, mert szerintem egyébként nagyon biztonságosan és egyszerűen használható, úgyhogy nekem nagyon tetszik, a másik, ami ilyen nagyon tetszik, az az, hogy abszolút bőr kinézetem van tényleg. Azt hiszem, ez az a termék, amivel a leginkább. Most így, amiket valaha próbáltam, illetve ha hozzáérek, akkor csak egy sejmes bőrt érzek, semmi mást, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Na, de hogyha esetleg szeretnétek kipróbálni, akkor a CF Beauty webshopjában megtehetitek a Timi 10 kuponkóddal 10% kedvezménnyel. Ezt a kuponkódot egyébként 3 vásárlásnál tudjátok felhasználni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett nektek, és iratkozzatok fel csatornámra mindenképpen. A CF Beauty elérhetőségeit pedig szintén megtaláljátok a videóm leírásában, lesetek rá azokra is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!